Egy normál maffiában is vannak konfliktusok és belső leszámolások. Ha most ön a Simicska-Orbán párharcra gondol részben, akkor ez pusztán azt jelenti, hogy a keresztapa, akit mondjuk oligarchának is lehet nevezni miniszterelnöki pozícióban, nem szeretné azt, hogyha a teljes gazdasági kapcsolatrendszere egyetlen egy kereskedelmi kapun keresztül, nevezetesen Simicska-Lajoson keresztül bonyolódna, diverzifikálni akarja a kapcsolatrendszerét, ezáltal bizonyos értelemben függetlenedni akar. Nem magát a rendszert akarja megváltoztatni, nem a maffia államot akarja lecserélni, nem a korrupció ellen küzd, hanem az ellen, hogy ő, mint keresztapa, háttérbe szorulhasson egy másod vonalban, szerintem másod vonalban lévő szereplővel szemben.